Az elmúlt napok során kiderült, hogy a belügyminisztérium végig hazudott a Mi Hazánk mozgalomnak az elmúlt egy hónapban a Vitnyéd mellé tervezett migránstáborral kapcsolatban. Ezért azzal a kérdéssel fordulunk a belügyminiszterhez, hogy milyen egyéb bűncselekményekkel, közbiztonsággal kapcsolatos ügyekben hazudnak még a magyar társadalomnak. Például a mai napig a 90-es évek óta folyamatosan az SZDSZ-es politika érvényesül a bűnözőkkel szemben, hiszen ahelyett, hogy a tisztességes dolgozó magyarokat védené meg a belügyminisztérium, ahelyett a mai napig előnyben részesítik a bűnözőket, akiknek nem lehet leírni a nevét, származását, vagy éppen a bőre színét, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Őket jobban védi mai napig a jog, akár akkor, amikor a rendőr intézkedni akar, mint a tisztességes dolgozó magyar állampolgárokét. És egy sajnálatos, tragikus baleset rávilágít arra, ugye Sallai Nóra színművésznő balesetére gondolunk, rávilágít arra, hogy az utakon sem sikerült megoldani azt a rendkívül káros folyamatot, aminek következtében egyre több hasonló baleset történik az országban. Fel kell tenni különböző kérdéseket ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és megoldási javaslatokkal is előáll a Mi Hazánk mozgalom, és több jogszabálymódosító javaslatot nyújtunk be a napokban, ami megoldást teremtett arra, hogy legyen valóban rend az utakon, és legyen jobb közbiztonsági helyzet Magyarországon, mint amilyen sajnos jelenleg a valóság, azzal ellentétben, ahogy a belügyminisztérium hazudott a migránstáborral kapcsolatban, hazudik a közbiztonsági helyzettel kapcsolatban is. Olyan jogszabály módosító javaslatokat nyújtunk most be, és ezzel kapcsolatban egy levelet is írt Pintér Sándor belügyminiszternek, Novák Előd, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, frakcióvezető helyettesünk, amely konkrét cselekvési, egy komplex cselekvési tervet követel a belügyminisztériumtól hasonló ügyek kezelésére, de konkrétan teszünk mi is javaslatot, hogy megelőzzük a belügyminisztérium munkáját, amennyiben hajlandóak végre elvégezni ezt a munkát. Először is azt a törvényjavaslatot, azt a jogszabálymódosítást terjesztjük elő, amely értelmében a drogos vagy ittas vezetők, amennyiben jelentősen túllépik a sebességhatárt, akkor ez a cselekmény, ez rögtön automatikusan minősüljön közúti veszélyeztetés bűncselekményé, tehát ne úszhassák meg még akkor sem egy egyszerű pénzbüntetéssel a bódult állapotban mondjuk 150-nel vezetők, városban, lakott területen vezetők ezt a cselekményüket, hogyha éppen nem történik egy halálos baleset, mint Sallai Nóra esetében, az ő kisfiú esetében történt. Tehát ez az egyik ilyen javaslat, amit teszünk, de nem csak ezt a javaslatot, ezt a jogszabály módosító javaslatot nyújtjuk be, hanem többek között azt is benyújtjuk, hogy megismerhessék a tisztességes magyarok a bűnelkövetők nevét, személyazonosságát, és akár azt is, hogy milyen szubkultúrához tartoznak, hiszen az előbb említett művésznővel kapcsolatos bűncselekménynél, balesetnél is teljesen egyértelműen kiderül, akár csak a Ricardo és a Kevin keresztnevekből, hogy egy olyan bizonyos szubkultúrához tartozó személyek követték el, amely szubkultúra folyamatosan kitermeli az ilyen bűncselekményeket, az ilyen jogosítvány nélkül bekábító szerezve lakott területen 150-nel vezető bűnözőket, akiket ki kell vonni a társadalomból. A Mi Hazánk mozgalom javaslatai, jogszabálymódosító javaslatai azt célozzák, hogy végső soron a visszaeső bűnelkövetőket, legyen az akár közúti bűnelkövető, legyen az bármilyen köztörvényes bűncselekményt elkövető bűnelkövető, és természetesen legyen az akár a politikus bűnöző, visszaesőként örökre vonjuk ki a társadalomból. Hogy ez halálbüntetés formájában történjene, vagy bármilyen más módon, az nyilván egy vita kérdése lehet, de a legfontosabb az, hogy ne engedjük őket vissza a társadalomba. Ezeket fogják célozni ezek a jogszabálymódosító javaslataink.